Az elmúlt napok kábeltelevíziós átállása során biztosan többen tapasztalták azt, hogy a csatornák hangolásánál problémák léphettek föl. Erre szeretnék most segítséget nyújtani ebben a kis filmünkben, hogy hogyan lehet megtalálni azokat a csatornákat, amelyek esetleg hiányoznak a palettáról. Ami az első és nagyon fontos információ, hogy ez az információ csak azoknak szól, akiknek digitális, úgynevezett lapos képernyőjű televíziójuk van, ez lehet LCD vagy LED televízió is, de a régi típusú analóg készülékekkel rendelkezőknek egyelőre semmiféle teendőjük nincs a hangolással. Nézzük azt, hogy akiknek viszont ilyen új típusú készülékük van, azok hogyan tudják megkeresni azokat a csatornákat, amelyek esetleg hiányoznak még. Stábunkkal mi egy LED televíziót vettünk alapul, ennek a segítségével próbáljuk meg bemutatni a hangolásnak a lépéseit. A legelső dolog az, hogy be kell lépjünk a menüben, és hogyha ide beléptünk, akkor itt a beállításokat kell megkeresni. A beállítást is szintén leokézzük. Itt látjuk azt, hogy van lehetőségünk az automata hangolásra, illetve a kézi hangolásra. A kézi hangolást kell kiválasztanunk. És itt majd itt látjuk azt a felületet, ahova majd azokat az értékeket kell beírnunk, amiknek a segítségével a televíziónk meg fogja tudni találni az adott csatornákat. Az első frekvencia tartomány, amire szükségünk lesz és be kell állítani a televízión, az a 154.500 kHz. A symbol rate az a 6086-oson marad, és a moduláció az pedig a 256 QAM értéket kell beállítani, és hogyha ezt leokézzük, ezeket az értékeket, akkor a készülékünk megkeresi azokat a csatornákat, amelyek esetleg ebből a tartományból hiányoznak. A következő frekvencia tartomány a következő lesz, amit be kell ideírnunk. A frekvenciához belépünk, és itt beírjuk a következőt, 162.500, minden más érték változatlan maradt, tehát ez a 6086 és a 256 QAM modulációs érték ez változatlan marad, és akkor szintén leokézzük, és ebből a csatorna, vagy ebből a frekvenciából is megkeresi azokat az állomásokat, amelyek esetleg még nincsenek a televíziónkon behangolva. És ha mindezt megtettük, akkor már csak egyszer kell gyakorlatilag újra játszanunk ezt a történetet, újra a kézi hangolásra megyünk, a frekvenciát újra kiválasztjuk, és az utolsó frekvencia tartomány, amiben majd kerestetni kell a készülékkel, az a 314.000 kHz. Minden más érték itt is változatlan marad, és szintén leokézzük a készüléknek az OK gombjával, akkor ebben a frekvencia tartományban is meg fogja keresni a hiányzó csatornákat, és hogyha mindent jól csináltunk, akkor elméletileg az összes adó rendelkezésünkre áll már, amely most a digitális sugárzásban a kedves nézőinknek a rendelkezésére áll. Remélem ezzel a kis bemutatóval sikerült segítséget nyújtani azoknak a digitális készüléke rendelkező előfizetőknek, akiknek valamilyen gondjuk akadt a készülék beállításával. Amennyiben a későbbiekben is lesznek ilyen technikai problémák vagy technikai átállások, akkor igyekszünk majd abban is segítséget nyújtani önöknek.